A magyar viseletkultúrát alapvetően népünk történeti sorsa határozta meg. A honfoglalók keleties öltözetét itt a Kárpát-medencében az Árpád-kori Kumbe településsel, majd a 150 éves török hódítással állandóan megújuló keleti hatások és a sokkal változékonyabb nyugati divatáramlatok formálták. Ezekből az elemekből közvetlenül vagy a nemesek öltözködését követve alakultak ki a népviseletének közös vonásai. A népviselet hagyományosan legfontosabb alapanyagát a házilag és a mesteremberek által egyaránt elkészített vászon, a jó szőrös bőre és a durva szűrposztó jelentette. A magyar népviselet sajátosságát a szőrös bőrből vart ruhák nagy jelentősége adta. Mivel a finom posztóborításos és nemes szőrmével bélelt menték és köpenyegek használata tiltott volt a jobbágyság számára, ezért helyettük a jó gyapjas bőréből készült háti bőröket, posztóborítás nélküli ujjas ködmönöket és a palástszerű subákat, valamint gyapjúból szőtt gubákat öltöttek magukra a téli hidegben. Erdélyben, ahol a gyapjú házi feldolgozása napjainkig fennmaradt, a vastag, durva gyapjúposztó felsőruhákat általában házilag készítették, mely helyenként olyan középkorias formákat is tovább éltetett, mint a mezőségen használt csukjás szürköpönyek. Míg a férfi viselet elsősorban keleti, addig a női nyugati hatás alatt fejlődött. A női alsóruházatot a hosszú ing, majd annak kettéválásával az ingvál és az alsótestet takaró pendely képezte. A női ingek köréből a derékszögű szabásvonalú, válba varrott ujjú fajtát, a 17. század végétől a reneszánszkori úri divatban meghonosodott ingfajta szorította ki. A könnyű anyagok lehetővé tették a köznép számára, hogy ünnepi öltözetében követhesse a nemesasszonyok széles, bő szoknya viseletét, melyet farpárnák használatával és az alsó szoknyák számának növelésével, kikeményítésével értek el. A szoknyák számának gyarapodása azok rövidülésével járt. A sok szoknyás viselet egyik még ma is élő példája a bujáki asszonyok öltözete. A leányok ékessége hagyományosan a párta volt, amelynek köznépi használata a 15. századtól ismert. A gyöngyel, ezüst és arancsipkével díszített párta a 19. században fokozatosan kiszorult, míg a művirág, majd mirtuszkoszorú napjainkig fennmaradt. A sárközi párták 19. századi változata, az úgynevezett tülök párta is gyöngyös arancsipkés volt. Ezt a formát váltotta fel a három részből álló új típusú párta, mely egyesítette a korabeli leányfejdíszek valamennyi változatát, a homlokbársonyt, a karikapártának megfelelő középbársonyt, valamint a koszorúnak megfelelő nagybársonyt. Az asszonyok konyba fésült haját borító főkötő, anyag, forma és díszítés szerint sokféle volt, de két fő típusát lehet megkülönböztetni. A puha vászon vagy gyolcs főkötőket, illetve a merevített s a konyhnak meghatározott formát adó kéreg főkötőket. Az alsó főkötőre gyakran felső főkötő került. Mária Terézia korának divatját idézi az arcot többsoros, sűrű rakott, illetve húzott csipkefodorral keretező főkötő. Később a kis négyszögletes fejkendők váltak divatossá, melyek a 20. századra annak helyébe léptek.